Kedves testvéreim, áldott szombatot kívánok mindenkinek, és nyissuk is meg az igét, és kezdjük azzal a szombatnapunkat. Mózes első könyve 32. fejezetéből olvasom az igét. Mózes első könyve 32. fejezetéből a 24. verstől a 30. versig terjedő igéket. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfi egész a hajnal feljöveteléig. Aki mikor látta, hogy nem vett rajta erőt, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja vele való tusakodás közben, és mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, még meg nem áldasz engemet. És mondta neki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt ott. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Ellen White a Pátriárkák és Proféták című kötetnek az ide vonatkozó fejezetében azt írja a fejezet végén, a Küzdelmek éjszakája című fejezet végén, hogy ilyen tapasztalatot tesznek Isten, szereznek Isten gyermekei is a gonosz hatalmak elleni végső küzdelmükben. Isten megpróbálja hitüket, kitartásukat, bizalmukat, melyet szabadító hatalmába vetettek. Sátán arra törekszik, hogy esetük reménytelenségének gondolatával megrettentse őket. El akarja velük hitetni, hogy nagy bűneikre nincs bocsánat. Mulasztásaikat átérzik, és miközben életük újra elvonul előttük, minden reményük szerte foszlik. Viszont felelevenedik emlékezetükben Isten végtelen kegyelme, és őszinte mély bűnbánatuk, hivatkoznak hát ígéreteire, melyeket Krisztus által adott a tehetetlen, töredelmes bűnösöknek. Hitük nem inog meg, noha imáikra nem kapnak azonnal feleletet. Megragadják Isten erejét, miként Jákob megragadta az angyalt, és lelkük kiáltása is hasonlóképpen hangzik fel, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Testvérem, ezek az igék a győzelemről szólnak. És a Bibliában számunkra a győzelemnél szinte alig van fontosabb szó. Hogyha egyébként nagyon érdekes, gondolkodtam két prédikáció, hogy melyiket tartsam, egy közös, mind a kettő a győzelemről szólt volna. A másik, amit nem tartok, az Jelenések könyve, amit úgy neveztem el, hogy a győzelem könyve. Jelenések könyvében, magában abban az egyetlen egy könyvben majdnem ugyanannyiszor van a győzni ige, mint ahányszor az egész Új Szövetség összes többi könyvében együttvéve. Jelenések könyve a győzelemről szól, és az Isten nekünk meg akarja tanítani ezt a győzelmet, meg akarja értetni velünk ezt a győzelmet, el akarja fogadtatni velünk azt a győzelmet, amit ő már megszerzett nekünk, de ahogyan itt olvastuk a bizonyságtételben is, amit olyan, mint a néha kicsúszna a kezünkből, olyan, mint hogyha végső eseményekben, órákban majd azt éreznénk, hogy nincs jogunk ehhez a győzelemhez. Ez a győzelem, ez nem a miénk. Hogyan lehetne egy bűnös Isten országának a tagja? Hogyan örülhetnénk a percek vagy órák múlva visszatérő Jézus Krisztusnak, miközben a lelkünkben a rossz egyértelműen fel tudja idézni azokat a dolgokat, amivel ember nem léphet be Isten országába? Mi tehát a győzelemnek akkor a titka? Nem is jó szó ez a titok egyébként. Mert ahogy elolvassuk a történetet, amit olvastunk, és azt gondolom, hogyha Jákob küzdelmének az éjszakája kifejezést, ami egy nagyon sajátosan Krisztusváró adventista kifejezés, ez biztos, hogy semmilyen más teológiában nem lehet megtalálni. Ennek a személyes hitéletre vonatkoztatását, a végidőkre vonatkoztatását. De mit jelent ez az ige szerint annyi mindent hallani erről? Mit jelent ez az ige szerint? Nagyon különleges a történet. Ez a történet a győzelemről szól, méghozzá arról, hogy egy ember, akinek az volt a neve, hogy ügyes, tehetséges, talpra esett, vagy ügyeskedő, ez az ember azt a nevet kapja az Istentől, hogy győztes. Izrael, az Úr harcosa.
Az Isten azt mondja egy emberre, aki az előző évtizedeiben mindent megtett a győzelemért, és egy kicsit irigykedve nézünk Jákobra, mert minden bejött neki. Na, ott a házasságnál volt egy kis probléma, de az tanulságul megengedte az Úr. De egyébként minden sikerült neki, mégis volt egy elégedetlenség a szívében. Mégis érezte, hogy nincs itt rendben minden, az ő életének vannak rendezetlen területei. Olyan volt, mint a hívő ember, aki szeretne győzni, akar győzni, bizonyos dolgokkal évtizedek óta küzd és harcol, már voltak győzelmei, de ott van benne az, hogy vajon tudok én majd Isten elé állni? Vajon rám ütheti majd az ő pecsétjét, és azt mondhatja, hogy az én gyermekem? Ez a történet azt mutatja meg nekünk, hogy végső soron kikre fogja rányomni a bélyegét az Isten. Mert nem kisebb dolog történt itt a történet végén, mint az Úrnak angyala, akit egyes írásmagyarázók talán nem ok nélkül az Úr követeként Jézus Krisztussal is azonosítanak, mondja ki azt, hogy mostantól más a te neved. Jákob megértél arra, hogy a győztesek közé soroljon az Isten. Jákobról azt olvassuk a 24. versben, hogy egyedül maradt. És ez az egyedül maradt, az tényleg egy kicsit szimbolikus. Mert egyébként mindene megvolt, de érezte, hogy a másnap reggel az életének egy döntő reggele lesz. Találkozik Ézsauval, aki felfegyverzett katonákkal jön ellene, okkal, Ézsaunak bizonyos szempontból igaza van. Az egész arról szólt, hogy Jákob életének van egy rendezetlensége. Ugyanakkor ez az egyik szál a Jákobé, szálja egyik Jákob életének. A másik szál pedig az, hogy ugyanakkor Jákob menet közben újra és újra biztatásokat kap az Istentől. Emlékeztek, elmenekül otthonról első este, kő lesz a vánkosom, ugye olyan szépen mondja a mi énekünk. És az Isten azt mondhatja neki, hogy van közben járó, van út a menny és a föld között, amit az Isten készített a bűnösnek, az ilyen menekülőknek is létrát a mennybe mutat az Úr. Gyönyörű, nem? Mikor egy komoly, óriási hazugság, egy Istenért mondott hazugság, Isten áldásáért mondott hazugság miatt menekülnie kell Jákobnak, és Isten azt mutatja neki, hogy Jákob, van út a mennyig. Milyen fontos ez egy ilyen embernek, nem? Volt már egy életünk rossz döntése után, egy irdatlan nagy kerülőre elindultunk, de az elején valaki megfogta a vállunkat, és megígérte, hogy végig veled lesz az Úr. Egyszer vissza fogsz találni. Milyen csodálatos, egy ilyen erősítéssel az egész utat meg tudja tenni az ember, nem? És Jákob megy, és újra kap biztatásokat. Egyre közelebb érkezik, hazaindul, egyre közelebb érkezik az otthonhoz, egyre fenyegetőbb, fokozódó probléma jön szembe. A te bátyja személyében. És akkor megint megjelennek az Úr angyalai, bátorítják őt, olvassuk itt az előző fejezetekben. Jákob angyalokkal találkozik, 32. fejezet eleje. Isten újra és újra megerősíti. Imát mond. És az Isten újra és újra mellette áll. És talán így zajlik a mi életünk is. Haladunk, és számtalan tapasztalatunk van, hogy talán most még azt mondjuk, hogy nem vagyok készen még, hogy Jézus, ha most visszajönne, hát nem is tudom. De hát, ha hiszek benne, akkor üdvözíthetnem. De hát ezek ilyen dilemmák, ugye szoktunk erről beszélgetni. Most lehet üdvbizonyosság, vagy nem lehet? Az ígéret erős. De vajon milyen erős a hit, amelyik kapaszkodhat az ígéretbe? És ahogy megy hazafele Jákob, és mindent elkészít, tudjátok, az ember úgy hisz, hogy hisz, és közben azért megteszi, amit meg lehet, igaz? Szétválasztja a házanépét, biztonságba helyezi az asszonyokat és a gyerekeket, aztán ajándékot készít és előre küldi. Ugye, tehát az ember úgy van, hogy Uram, te gondomat viseled, de biztos, ami biztos. És amíg ilyen a hitünk, addig vár ránk a küzdelmek éjszakája, mert az Úr meg akarja erősíteni a mi hitünket, olyan hitté erősíteni, ami abban a végső nagy küzdelemben is tud majd az Úrba kapaszkodni.
Mert a végső küzdelem, a végső harc, ami hitünkön dől el. Ami Istenbe vetett hitünkön dől el. Mindjárt meglátjuk, hogy Jákobnál az hogy dőlt el. És Jákob ott marad, és mindent elrendezett, és talán egy imaórát akar tartani, vagy nem tudjuk miért, de magára marad a sötétben, szeretne elcsendesedni, szeretne lélekben felkészülni arra, ami rávár holnap, akármi is történik ő méltó módon hívő emberként fogadja majd a helyzetet, és Uram, jöttem, hogy megerősíts engem, és egyszer csak valaki megrántja hátulról, leteperi, és elkezd vele küzdeni. Ki ez egy rabló? Ki ez egy útonálló? Ki ez egy a késő éjszakában? És Jákob nem az életért küzd ekkor, hanem sokkal többért. Ő érzi, hogy az Istennel nincsen rendezve a sorsa, ezért maradt most egyedül, ezért keresi az Urat. De ez a nem tudja kicsoda, aki most vele harcba kélt, szó nélkül, ha ez most győz, akkor Jákob csak az életét veszíti el. Jákobnak nincsen lezárva az életének egy fejezete. Még nem tanulta meg azt az elmúlt 20 évet, az első szülöttségi áldás, emberi módon való elnyerésének a dolgát Isten elé letenni. Jákob itt egyszerre küzd az életért, de talán ez a kisebb küzdelem. Azt érezheti át, azért birkózik, hogy ő most ne alul maradjon, őt most ne megöljék, kirabolják, hanem ő most így nem fejezheti be az életét. Ő most így nem állhat meg az Úr előtt. Így nem akar ő meghalni. Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor arra szoktunk gondolni, hogy hát egyrészt most senki ne lásson, hogy mit csinálok, másrészt pedig remélem nem most fogok meghalni, mert így nem állhatnék meg az Úr előtt. Elég nehéz pillanatok ezek az életünkben. És Jákob ezt érzi, hogy így nem állhatok az Úr elé. Isten népe jár Istennel, folyamatosan rendezi az életét, és folyamatosan jár, és bízik, és veszi az úrvacsorát, és készül az ő eljövetelére, és akik élve érik meg Jézus eljövetelét, abban a bizonyos Jákob küzdelmének az éjszakájában azt olvastuk itt, hogy a sátán mindent a fejükbe fel fog idézni, ami rosszat tettek. Mindent eszükbe fog juttatni. És azt fogják érezni, hogy nem, így nem állhatok meg. Így nem. És egyre nyomasztóbban fogja a szívükben felidézni azokat a dolgokat, hogy ez is te voltál, ez is te voltál, ez is te voltál. Mit gondolsz? A visszatérő angyalok akarnak egy ilyen embert magukkal vinni oda? A szentség honába? Mit gondolsz? És jönnek a gondolatok, ahogy a bizonyságtétel írta, igaz? És mit tesz ekkor a hívő ember? Jákob küzd ezzel az emberrel, fizikailag emberrel, akit ő embernek gondol. Izom-izomnak feszül, és a fiataloktól szoktam megkérdezni ilyenkor, hogy ki az, aki tudja, aki szokott olimpiát, vagy birkózó világbajnokságot nézni, ki az, aki tudja, hogy egy birkózás hány percig tart? 30 perc? 2x10 perc? Nem tudjuk talán pontosan megmondani, régen nagyon szerettem csinálni is, meg nézni is. De folyamatosan változnak a szabályok, és tudom, hogy menetek vannak, és talán megkockáztatom, 3 perces vagy mennyi, ugye? Készülnek ezek az emberek 4 évet egy olimpiai birkózó számra, hogy azután 3 perc alatt eldőljön a sorsuk. Legfeljebb nem lesznek győztesek, de nem az életükről van szó. De erre teszik fel az életüket, ezért teszik tönkre az egészségüket, az ízületeiket, az izmaikat, és aztán birkoznak 2x3 percet, vagy nem tudom. De azt tudom, hogy a második menetben már csak olyan alibi szokott lenni, hogy húzakodnak az egyik is, hibázásra várnak, már semmelyik nem annyira kezdeményező, hogy ilyenkor jönnek az intések, a büntetőpontok, a stb. És amikor én gondolkodtam ezen, hogy késő éjszaka magára marad, és hajnalig küzd ezzel az idegennel, akkor eltöprengtem azon, hogy
mit kellett Jákobnak megérteni. Kicsit nekem az jutott eszembe, hogy az előző 20 évet most lebirkozta egy éjszaka, nem? Hogy se nem vesztek, se nem győzök, ugye? Egyrészt nagy junyájak, szép kis család, rögtön 2 asszony, aztán gyerekek, aztán az Úr végül is mindig bátorít, de valami nincsen még rendezve az életemben. Nem vittem még mindenestől oda az életemet az Úr elé. Szeretem az Urat, ima közösségem van az Úrral, de még nem vittem mindent oda az Úr elé. És talán Jákob ebben a sziszifuszi küzdelemben egy idő után talán gyanakodni kezdhetett, mert a másik lény nem tudja legyőzni ő ezt az idegent, de az idegen is csak annyi erőt visz a birkózásba, hogy visszafordítja az ő erejét, ugye? A jó birkózó azt szokták mondani, hogy a másik energiáját veszi át, és azt viszi tovább, és abból csinál saját mozdulatot. Ugye ez minden önvédelmi sportnál így van. Minden esetben nagyon ritka ábrázolás az, hogy lelki küzdelmek fizikai birkózással értettetnek meg egy Isten emberével. Márpedig Jákobbal itt ez történik. És fárad, és érzi, hogy a másik, mint hogyha szándékosan csak fárasztaná, mert még mindig nem győzi le. És aztán jön az érdekes mondat, hogy engedje el, mert feljött a hajnal. Hát itt már egyértelmű a gyanakvás, hogy egy rabló nem így akar elmenni, nem? És nem bocsátlak el. Mert előtte ez az idegen megillette a csípőjének a forgó csontját, és akkor Jákobnak összeáll a kép, hogy ő nem egy emberrel birkózott. Nem egy teremtménnyel birkózott. Hanem talán Jákob ekkor megérti, hogy ez az éjszaka ugyan nem imádkozással telt, hanem verejtékes izommunkával, de ez ugyanolyan, mint az én elmúlt 20 évem. Én el akartam nyerni az Isten áldását. Én izzadsággal meg akartam szerezni a győzelmet. Én azt akartam, hogy az Isten üsse rá bélyeget az én életemre. És ezért nagyon-nagyon nagy erőket megmozgattam. Hívő, imádkozó életet élt Jákob. És persze szerezte a maga tanulságait, hogy ahogy ő becsapta otthon az apját, úgy apósa, őt is ugyanúgy. Tehát, hogy a Jóisten úgy szépen Jákobbal folyamatosan ezt tette. Ti is felszoktatok fedezni ilyet az életetekben, hogy a Jóisten azért is olyan helyzetbe enged, amilyen helyzetben te szintén eljátszottad azt a... És akkor megkóstoltatja veled, hogy neked milyen az, nem? És az ember azt mondja, hogy hát úgy szégyellem magam. Tényleg nem így kellett volna akkor, de most már tudom milyen. És Jákob nem tud győzni. Biceg. És a férfi, mikor azt mondja, hogy bocsáss el engem, Jákob csak annyit mond neki, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Mert te nem legyőzni jöttél engem, hanem te vagy az, aki egész életemben, az egész elmúlt 20 évben én egy ugyanilyen birkózást folytattam. Mi a te neved? Kérdezi az idegen, mondta Jákob. Azt mondja, ezek után nem Jákobnak mondatik a neved, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Azután nem mondja el a maga nevét, de Jákob azt a helyet Peniélnek nevezi, mert láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Lehet, hogy a jó Istennel nem mindig úgy találkozunk, ahogyan gondoljuk, hogy az Isten így vagy úgy jöjjön az én életemben. Az biztos, hogy Jákob találkozása az egyik legkülönlegesebb találkozás volt Istennel. Az biztos, hogy Isten népe Jézus eljövetel előtt, amikor azt olvastuk a bizonyságtételben, hogy felelevenedik viszont emlékezetükben Isten végtelen kegyelme és őszinte mély bűnbánatuk, hivatkoznak ígéreteire, melyeket Krisztus által adott a tehetetlen töredelmes bűnösnek. Hitük nem inog meg, noha imáikra nem kapnak azonnal feleletet. Megragadják Isten erejét, miként Jákob megragadta az angyalt. És lelkük kiáltása is hasonlóképpen hangzik fel. A nagy kérdés a számunkra, ugye ez most aktuális lesz ez a cím a következő hetekben, hónapokban,
A mi személyes hitéletünk szempontjából a nagy kérdés, hogy vajon ismerjük-e ezt a küzdelmet. Tudunk-e birkozni az Úrral? Tényleg különleges ez a történet. Tudunk hasonlót mondani, hogy az Úr emberi formában eljött, és az egyik gyermekével egy éjszakai birkózásra kiállt? Jákob küzdelmének az éjszakája a végső időkben azoknak rejt győzelmet, akik megtanulják hittel megragadni az Isten kegyelmét. Miközben az Isten kegyelmét napról napra kérik. Nagyon érdekes, amit White hozzáfűz a következő megjegyzésben. Ha Jákob előzetesen meg nem bánta volna azt a bűnét, hogy bátyja elől csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot, Isten nem hallgathatta volna meg imáját, nem oltalvazta volna meg életét. Isten népe a Jákob küzdelmének az éjszakáján, Jézus eljövetel előtt nem ott fog majd szembesülni először a bűneivel. Nem azt jelenti, hogy majd akkor be fogom látni, amit addig nem. Hanem akik folyamatosan az Istennel jártak, és engedték az Isten munkáját a szívükben, azok is ott azt fogják tapasztalni, hogy az ördög mindent fel fog hozni, és a szemükre fogja vetni. Ez egy nagyon sajátos küzdelem lesz. El akarja bizonytalanítani az embert. De Jákob számtalanszor megbánta, csak még azt nem tapasztalta meg, hogy milyen az, hogy az Isten elfogad. Hogy milyen az, hogy az Isten megbocsát, hogy az Isten új nevet ad. Nem Istennek van szüksége Jákob győzelmére. Nem az Istent igazolja a győztes Jákob. Hanem az Isten kegyelmének a munkálkodását mutatja meg. Az, ahogyan a hittel belekapaszkodó bűnös kegyelmet nyer Istentől. Még hogyha késik is a bizonyíték. Még hogyha Isten nem is ad rögtön választ. Van olyan imádság, hogy mész az Úrhoz és rendezel vele dolgokat, de úgy érzed, hogy az utóbbi időben már olyan messze voltál tőle, hogy most jó, hogy most hozod magad és próbálod a kapcsolatot felépíteni, de minthogyha nem akarna rögtön visszafogadni. Mint hogyha úgy érzed, hogy most azért biztos valamit tennem kell, hogy közelebb kerüljek, mert nem hiszem el, hogy a kegyelem ilyen könnyen elérhető, hogy most jöttem, és akkor ő engem meghallgat. Ismerhetjük ezt a tapasztalatot, nem? Nem azt jelenti, hogy az ember nem akarja rendezni, amit tett. Csak valahogy tényleg elhihetem, hogy az Isten elfogad engem? Tényleg elhihetem? Azok, akik megállnak ebben a végső küzdelem éjszakájában, azok jobb emberek lesznek, mint a többiek? Vagy Isten kegyelméből élve maradtak, mert Istennek ez volt a célja velük? És ők megmutatják, hogy hitáltal Isten kegyelmébe kapaszkodva van győzelem Sátán vádolásával szemben? Ez szerint a történet szerint az utóbbiról van szó. Arról van szó, hogy a legnagyobb nyomorúságban is ott lesznek a győztesek, akik ugyanazáltal a hitáltal győznek, amilyen hitáltal minden nap győzhetünk, ha Istenhez megyünk. Minden nap letehetjük a terheinket, amikor Istenhez megyünk. Minden nap minden olyan békétlenséget és bűnt vigyünk az Úr elé. Ne hagyjunk ki egyet se. Néha elgondolkodom azon, hogy lehet, hogy már napok óta nem vettem számba a napjaimat úgy igazán. Úgy elszaladnak néha a napok. Ugye sok a dolog, nem? És azon gondolkodom, hogy milyen luxus az, hogy az Úr vár engem az ő kegyelmével, hogy jöjjek hozzá, kérjem az ő szent lelkének a feddő vigasztaló munkáját, én pedig úgy élek, mintha nem minden nap egy valódi küzdelem harc lenne a hitben való megállásra. Testvéreim, akik felkészülnek a Jákob küzdelmének az éjszakájára, akik ott fognak majd birkozni Krisztus adventje előtt a lelkükben, a bizonytalansággal, amit az ördög igyekszik majd elhinteni és megnövelni. És győzni fognak. Azokat egyszerűen az jellemzi, hogy napról napra jönnek Krisztushoz. És minden nap teszik le a maguk terheit. És ezekre az előzményekre, erre a hitbizonyosságra, erre a tudatos hitéletre fognak ekkor visszatámaszkodni, és azt mondani, hogy de hiszem és tudom, hogy Krisztus megváltott gyermeke vagyok. Nem az érdemeim szerint,
nem a tudásom szerint, nem a szolgálataim szerint, hanem minden bűnöm ellenére hiszem, hogy Krisztus megváltott gyermeke vagyok, mert valahányszor hozzá mentem, ő mindig magához fogadott engem. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem király székéhez. Nem valamilyen különleges, titokzatos elit alakulata lesz ez a hívőknek, hanem olyan hívők, talán közülünk is, akik ma, holnap, és hétfőn, és kedden, és szerdán, és csütörtökön, és hétről hétre mennek az Úrhoz kegyelemért, és részesülnek az Isten kegyelmében. Nem szégyellik, hogy bűnösök, nem is dicsekszenek vele persze, hanem mennek az Úrhoz. Kérik az ő bocsánatát, kérik az ő megigazító szeretetét, kérik a Szentlélek átformáló munkáját az életükre. Kérik és hisznek benne, szemlélik Jézus Krisztust, és követik őt, és ha elesnek, akkor mennek vissza Jézus Krisztushoz. És ezt teszik folyamatosan, mint a kisgyermek. Hogy amikor eljön majd az a küzdelem, akkor az az izmuk, melyik izma volt a legerősebb Jákobnak? A kapaszkodó izma. A kapaszkodó. El nem engedlek. Nem furcsa ez, hogy Isten követének azt mondja egy ember, hogy el nem engedlek? Hát akkor megyek el, amikor akarok, drága Jákob, nem? De mikor egy ember azt mondja, hogy Istenem, én kapaszkodok beléd, el nem engedlek, akkor az Isten nem hagyja ott. Akkor az Isten azt mondja, hogy hogy is hívnak téged? És még Jákob lehet, hogy itt szégyenkezik, hogy hát én vagyok az, még a nevem is árulkodik. Azt mondja, ne csapd le a fejed, amikor a nevedet mondod. Emeld fel a fejed, mert mostantól Izrael vagy, az Úr harcosa. Az Úr harcosává válni nem bonyolult dolog. A kapaszkodó izom, aminek a hit adja az erejét. Az őszinte napról napra Krisztus érdemeiért járuló hit, ahogyan megyünk Istenhez. Ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot az adventisták, a Krisztusvárók hirdethetik a legfényesebben. Ez fogja őket megtartani a Jákob küzdelmének birkózásának az éjszakáján. Ez fogja őket megtartani, amikor késik majd a szabadítás. Nem jön majd az a válasz olyan gyorsan, mint ahogyan jöhetne. Látszólag még sötétebb lesz minden körülöttük. De az ő szemük hitáltal át fog hatolni ezen a sötétségen. És ezek az emberek, mi lehetünk, testvéreim. És Isten kegyelméből mi leszünk. Isten kegyelméből mi leszünk. Nem azért, mert mi elhatározzuk, nem azért, mert mi erre érdemesek vagyunk, nem azért, mert mi erre jók vagyunk, hanem hitáltal Isten kegyelméből ezt Isten elvégzi a mi életünkben. Azt kívánom, testvéreim, hogy ne mulasszuk el életünkben ezeket a... Azt mondtuk, hogy egy birkózó mennyit edz arra a 2-3 percre, nem? Ne mulasszuk el az esténkénti esti birkózásunkat az Úrral, jó? Ne mulasszuk el. Nem azért, ő most még nem úgy jön, mint aki le akar minket birkózni, csak várja, hogy jöjjünk. Várja, hogy jöjjünk, és mondjuk el neki. Mondjuk el, hát Uram, te úgy is tudod, én meg már olyan a fáradt vagyok, hát minden bűnömet bocsáss meg. És már megy is a horkolás. Ne, azt mondja, ne aludj még, légy szíves, sorold fel, gondold végig. Jaj, most azt akarod, hogy itt pironkodjak, szégyenkezek. Nem, a dehogy azt akarom. Hát miért azt hiszed, örülök én annak, hogy te most ezt így számba veszed. Magadért sorold fel. Nevez nevén, azonosítsd. De ne félj tőlem. Nem kell lecsapnod a fejed, mostantól Izrael a neved, mert megtanulsz kapaszkodni. Mert megtanulsz előttem maradni, a színem előtt, színről színre. Bűnösként jössz, és igazként alhatsz el. Nem csoda ez, testvérei? Minden este. Jössz úgy, hogy ma ez nem sikerült, ma az nem sikerült. És persze nem csak az, hogy nem sikerült, hanem jó lenne, szeretnék is ebből megváltozni. Na, ez a beszéd, ezt mondja az Úr. Ez a beszéd. Te változni is akarsz. Nem csak visszaeső vagy, változni is akarsz. Dolgozunk ezen, érted? Dolgozunk, érted? És az Úr felkészít.
És az Úr fáradozik, és az Úr türelmes. Ilyen barát nincsen. Egy házastárstól sem elvárható, hogy olyan türelmes legyen, mint amilyen türelmes az Úr, nem? Akkor a házaspárok menjenek együtt az Úrhoz így esténként imádkozni. Együtt elmondani a küzdelmeket akár, a vereségeket. Mertek beszélni egymással a küzdelmeitekről, vereségeitekről? Hogy azután együtt imádkozzatok? Miért megyek a feleségemhez? Azért megyek, mert jaj, drágám, ma is olyan emberekkel találkoztam, hát nem tudom, hát ilyen a lelkészek sorsát bántanak a testvérek. Hát itt is ez történt, a szívemet kiteszem, de hát, hogy a feleségem mondja azt, hogy jaj, hát persze, jaj, drágám, sot, nekem nem ilyen feleség kell. Azt mondja, figyelj ide, Marian ezt szokta mondani. Rendben, hogy ők ezt tették, de gondold végig, nem lehetett volna máshogy velük esetleg? Gondold végig, tudod, hogy van benned egy olyan kis, ilyen, most nem mondom, hogy miket szokott mondani. Tudod, hogy van benned, és tudod, hogy arra ugranak. Nem volt esetleg most is? Aj, már te is, hát akkor már sehova sem mehetek, hát ők is bántanak, itthon is. Nem, ő azért szokta mondani, hogy semmi baj. Csak a lényeg az, hogy mer szembesülni. Hogy mer szembesülni, mert az Úr csak attól tud megszabadítani, amit nem magyarázunk ki. Mi itt szeretgethetjük egymást a bűnben, vigasztalhatjuk egymást, de fedj meg engem, és fedjük meg egymást, ne hagyjuk benne, és azután menjünk együtt az Úrhoz. És mi ráment mondunk, azt mondja az Úr, Jákob, emelt fel a fejed, ne süsd le azért, mert azt kell mondanod, hogy én vagyok az az ügyeskedő. Nézd rám, színről színre. Az Úr harcosa vagy, mert vannak kapaszkodó izmaid. Mert bár gyenge vagy, mert bár bicegsz, mert bár nyomorék a tested. De itt vagy, és azt mondod az Úrnak, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Tudunk mi harcolni, testvéreim? Nem mással, nem egymással. Úgy, hogy készüljünk Jézus eljövetelére. Úgy, hogy már most megértsük azt, hogy mit jelent az, hogy most is jövök, birkózom egyet az Úrral, pontosabban birkózom egyet magammal, mert most amit nem akarok belátni, azt most mind mégis valahogy el fogom neki dadogni. Hát majd úgy először csöndben, meg más még ne hallja. Ez most néma ima lesz. De majd lehet, hogy idővel már együtt, nem? Lehet, hogy el fogjuk egymásnak mondani, te képzeld, de olyan hálás vagyok ezért, de másrészt meg annyira sajnálom, mert megint ez egyszerűen nem tudok magamnak parancsolni. És akkor egymásra néznek a párok, és azt mondják, hogy de tudod, hogy az Úr szeret. Tudod, hogy vannak leckék, amiket sokszor át kell venni, hogy győzzünk. És tudod, hogy az Úr türelmes tanító. Gyere, együtt imádkozzunk. Milyen az a család, milyen az a házasság, ahol együtt járnak az Úrhoz birkozni. Együtt járnak az Úr színe elé, hogy ott megtapasztalják, hogy nézd rám, nézd a szemembe, a fiam vagy, a lányom vagy. Színről színre. Nézd rám. Mostantól Izrael vagy az Úr harcosa. Az Isten minden este át akar minket nevezni újra és újra. Azt akarja, hogy bűnösként jöjjünk hozzá, és megigazultként, Izraelként térjünk nyugovóra, és tegyük a fejünket a párnára. És aki így tesz, az a Jákob küzdelmének éjszakáján, Jézus adventje előtt, amikor késik majd a szabadítás, amikor olyan, mint a közben járó nélkül kellene megállni, persze, hogy van közben járó, akkor is, mert az életünk is semmivé válna, akkor a fizikai létünk is az Isten kegyelmétől függ. Bizonyos értelemben igen késik, bizonyos értelemben igen nem lesz ott a szabadítás, de nem mondhatjuk ki abszolút értelemben, hogy az Isten nem fogott munkálkodni értünk. Ez ugyanolyan, mint hogy Jákob ellen küzd az Isten, látszólag, hogy elpusztítsa, de közben azért küzd, hogy győztessé tegye. Ugye ez az ellentmondás, ez amit így mondom, hogy birkozzunk az Úrral sokszor. Mert megsebez, de bekötöz, igaz? És az Úr így tesz majd igazi győztesekké bennünket. Most erősíthetjük a birkózó izmainkat, a kapaszkodó izmainkat. A jó, hogyha áldja meg a mi hitéletünket, áldja meg a mi esténket, a mi ima életünket, áldja meg a házaspárok életét, a családok életét. Az őszintesség, az elfogadás, az együtt könyörgés, együtt imádkozás irányába. Vezessen, erősítsen mindannyiunkat. Nagyon szeret bennünket. Amen. Mielőtt énekelnénk, testvérem, álljunk fel egy imádsághoz. Szerető jó atyánk,
birkoztunk már egy párat veled, némelyiket alig éltük túl, mikor betegség, mikor fájdalom, mikor veszteség jött, és úgy éreztük, hogy késel, nem vagy sehol, pedig csak fizikai dolgokról volt szó, de néha félünk ezektől a küzdelmektől, pedig te meg akarsz minket tanítani, hogy mit jelent igazán te benned bízni. Sántítani egész életünk hátralévő részében, de mosolyogva sántítani, abban a bizonyosságban, hogy értjük, hogy mit jelent a te gyermekednek lenni. Köszönjük neked Jákob példáját, köszönjük neked Jézus Krisztus harcát, ahogy értünk, velünk harcol, ahogy közben jár, ahogy nagy főpapként esedezik értünk, ahogy készíti az ő eljövetelét, és ahogy megígérte, hogy azt az időszakot is majd benne bízva töltsük, amikor olyan sötét lesz, amilyen nem volt még ezen a világon. Jó, Atyánk, taníts minket erre, mert sodor bennünket az élet, mert sok a tennivaló, és a 6 napon át munkálkodjál, az sokszor 6 nap és 6 éjszakán át munkálkodás. De taníts meg minket arra, hogy az életünknek ezek a fordulópontjai, ezek élők elevenek legyenek. Az imádság reggel és este, az őszinteség, a belátás, az együtt könyörgés, a család tagok kezének megfogása is, és bocsánatkérés és megbocsátás egymás irányába. Legyél velünk, és te taníts minket erre, hogy így együtt legyünk a te néped, családonként, együtt, gyülekezetenként. Áldjad meg a te népedet itt az országban. Keressük az utat, a te szent lelked által vezess minket. Áldjad meg itt Európában, és az egész világon azt a sok-sok százezer közösséget, és sok millió testvért, és sok-sok millió és tízmillió embert, akik az egyházon kívül keresnek téged. Olyan hatalmas a te műved, jó Atyánk, mi pedig olyan picik és ügyetlenek vagyunk. De olyan jó, hogy jöhetünk te hozzád Jézus Krisztus nevében, és te megtanítasz minket. Tegyél minket a te győzteseiddé Jézus Krisztus által, és mindannyiunknak erősítsd meg a reménységet a szívében is, és taníts minket a te kegyelmedre ma is, és holnap is, akár itt a helyi gyülekezetben leszünk, akár az országos összejövetelen, hogy meghalljuk azt, amit te szólsz hozzánk, egy szót, egy mondatot, amit nekünk akarsz adni ma és holnap Jézus nevében. Amen. 200